Sziasztok! Hoztam nektek epres receptet, de salátát fogunk most az eperből készíteni, és hogy semmilyen hús nem lesz benne, hogyha kíváncsiak vagytok, hogy gyümölcsös saláta, mitől lesz finom, akkor tartsatok velem. Bébispenótot fogok használni, és az eper és a bébispenót isteni finoman megy egymáshoz, és fogunk hozzádobni természetesen egy kis sajtot és magokat is, de már mutatom is, hogy mivel kezdünk. Legelőször egy kevés juharszirupon megkaramellizáljuk a kesudiót. Akkor lesz jó, hogyha már ragadós és nyúlós lesz egy kicsit az állaga. A dressinget most egy ilyen kis befőttes üvegbe fogom elkészíteni, hogy csak össze kelljen rázni, és hogyha marad, akkor mehet be a hűtőbe, és akár egy hétig tárolhatjuk. Most az icebergnek a málás tokai öntetét fogom alapul venni. Adok hozzá olívaolajat, egy fél kávéskanálnyi mustárt, és még jöhet hozzá egy teáskanál juharszirup. És ezt most egyszerűen csak szépen összerázzuk. És már készen is vagyunk, úgyhogy össze is állítjuk a salátát. Körülbelül egy fél csomag bibispenótot használok, mehet hozzá a felvágott eper. Az egészet meglocsolom a dressinggel. Mehet rá a sajt, brie sajtot választottam ehhez a salátához, elég semleges ízű. Nagyon jól illik a gyümölcsökhöz, de akár, hogyha szeretitek, akkor kamembertet is tehettek hozzá. A tetejére pedig mehetnek a pekándió darabok. Ezt a salátát bármilyen más gyümölcsel, sajttal, magvakkal el tudjátok készíteni, úgyhogy próbálkozzatok, nézzétek meg, hogy nektek melyek azok az ízkombinációk, amik a legjobban passzolnak. Jön az áfonya, jön a málna, hogy érdemes ezeket a salátákat ilyen gyümölcsös, egy kicsit édeskésebb módon is elkészíteni, mert ezzel akár a nyári édesség szükségletünket is ki tudjuk elégíteni, nem kell feltétlenül a fagyihoz nyúlni, bár az se várt néha. Ha tetszett a videó, akkor kérek szépen egy lájkot rá, és ne felejtsetek el feliratkozni, hogy legközelebb is találkozhassunk. Sziasztok!